Július 9-én hétfőn megkezdődött az idei Shakespeare Fesztivál, melynek első rendezvénye a Hamlet a Gyulai Várszínházban című kiállítás megnyitója volt. Az elmúlt 25 évben 17 Hamlet előadást rendeztek a Gyulai Várszínházban, ezekről a darabokról készült képek tekinthetőek meg a kamarateremben. Ha jól számoltam, 17 alkalommal mutattak be itt Gyulán valamilyen Hamlet előadást, Hamlet adaptációt, ami ugye annak a bizonyítéka, hogy az elmúlt években vagy évtizedekben is foglalkoztatta a Gyulai Várszínház vezetőit is, vendégeit is, rendezőit is a Hamlet előadása. A Gyulai Várszínházban már számos elismert rendező és színész fordult meg, akik különböző módon, saját szemszögükből másképpen állították színpadra a Hamletet. Ennek köszönhető, hogy az évek során sokféle feldolgozást láthatott a közönség. Hogyha körbenéznek ezen a kiállításon, sok száz fotóból választottuk ki a munkatársakkal ezt a kiállítás anyagot, akkor többnyire egy-egy pillanatképet láthatnak ezekből az előadásokból. Van olyan előadás is, amelyekből két-három fotó is van. És ezekből a fotókból is látszik, hogy a régi Hamlet előadások sem mindig voltak úgymond hagyományosak. A fotók többségét Kis Zoltán készítette, a 14. Shakespeare Fesztiválon pedig tovább gyarapodhatnak a gyulai Hamlet előadások megörökített emlékei.